Így ünnepelte a Bátorszéki Felvidék Néptánc Egyesület fennállásának 20. évfordulóját. A tánccsoport 2000 áprilisában alakult, de a koronavírus járvány miatt októberre halasztották a jubileumi eseményt. A Bátorszéki Petőfi Sándor Művelődési Házban tartott ünnepségen közel 150 ember vett részt, a járványügyi előírásokat betartva. Az évforduló alkalmával Kalmár Éva egyesületvezető igyekezett megismertetni a jelenlévőkkel az elmúlt 20 év legfontosabb eseményeit, és hogy egyre bővülő egyesületükben már 4 különböző korosztálynak tartanak foglalkozásokat. Egy táncos életében, tehát lehet, hogy a legjobb élmény, a legnagyobb történés, ez lehet nem is egy fellépés, hanem egy táncpróbán történik, egy kiránduláson. Tehát ez a 20 év, ez olyan, hogy mindenkinek mást jelent. Nekem, mint vezetőnek elsősorban örömet, hogy vagyunk, hogy 20 évet túlélt a tánccsoport, mert viszonylag fiatal tagokkal működünk, illetve alakult ez az egyesület. És nagy örömömre szolgál, hogy 2000-hez képest, ugye 2000-ben egy felnőtt tánccsoporttal indult a munka, és azóta bővült az egyesület, most már 4 korcsoportban dolgozunk, tehát vannak tipegőink, akik az óvodásnál kisebb korosztályt alkotják, vannak az aprók, akik az óvodások, az utánpótlás tánccsoport az iskolás, és a felnőtt tánccsoport meg a felnőtteket öleli fel. Tehát minden korosztály megtalálja nálunk a lehetőséget arra, hogy közénk tartozon, hogy velünk táncolhasson. Büszkék vagyunk rá, hogy a gyerekcsoportjaink is a 10-15 főt elérik. Ugye azt tudni kell, hogy Bátorszéken rengeteg lehetősége van egy fiatalnak, egy gyereknek. Tehát a sportolástól, a zeneiskolán át, a modern táncig, balettig mindent tud választani és kipróbálni, és ennek ellenére nekünk mind a 4 korcsoportunk nagyon szép létszámmal működik, tehát csoportonként a 10-15 gyerek az általában megvan. Hát a felnőttek azok meg egy hát ilyen 5-6 pár, ami az aktív mag, és ugye itt is jönnek, morzsolódnak emberkék. Ugye nagyon nehéz, hogyha egy fiatal elkerül főiskolára, egyetemre, akkor ugye akarva akaratlanul is, talán önhibáján kívül is ugye elmarad, lemorzsolódik. Családot alapítanak a fiatalok, ugye ez is egy olyan tényező, hogy távol tartja őket, de tapasztaljuk, és nagyon örülünk annak, hogy amikor már cseperednek a gyermekek, kezdenek visszajönni hozzánk, még ha nem is egyből táncolni, de az egyesület rendezvényein részt vesznek, eljönnek a programjainkra, és lassan, de biztosan szivárognak vissza az egyesület életébe. A korosztályok együttműködését nagyon fontosnak tartja a vezető, így létrehoztak már olyan koreográfiákat, ahol az utánpótlás és a felnőtt tánccsoport közösen állhat színpadra. Most indult el egy tendencia, mivel rájöttünk arra, hogy nagyon nagy motiváló erő egy gyereknek, hogyha felnőttel állhat színpadra. Tehát most már egyre több koreográfiánk közös koreográfia. Itt a ma este folyamán is 2 koreográfiát is táncolunk, ami utánpótlás és felnőtt csoport együtt táncolja, mert kisegítjük egymást. Tehát ha felnőtt csoport hiányos egy kicsit, akkor ugye jó, hogy ott vannak a gyerekek, és ugyanúgy fordítva. Illetve hát nagy öröm ugye a próbákon is együtt lenni, a tánc előadása, tehát a színpadon is közösen. Én azt gondolom, hogy ez a felnőtteknek is egy kicsit olyan vérfrissítő hatással hat, és öröm, hogy taníthatunk, hogy példát mutathatunk, és a gyerekeknek meg abszolút élmény és nagy motiváció, hogy már a felnőtt csoporttal lép színpadra, és kitart addig, hogy már ő is majd a felnőtt csoport aktív tagja legyen, és itt talán megtartjuk őket. Próbálunk azért a gyerekeknek is élményt adni, jó tapasztalatokat, tehát hogy ne csak a monoton és unalmas táncpróbák éljenek bennük, hanem az, hogy igen, hogyha ő ide jár és ide tartozik, akkor sok számos más programban is részt vehet. Bárki jöhet közénk. Erre élő példa az, hogy számtalan német felmenőkkel rendelkező fiatal volt már a tánccsoportnak a tagja, de ugyanúgy székelyek is táncolnak köztünk. Van, akinek semmi
kötődése egyik népcsoporthoz sem, csupán a társaság, a tánc szeretete és az életforma az, ami vonza, és mi nagyon nagy szeretettel várunk bárkit a tánccsoportunkba. Vida Szaksz Lili 3 éves kora óta táncol a Bátaszégi Felvidék Néptánc Egyesületnél. Azt mondja, kiskorában nehezen tudott elszakadni szüleitől, de itt gyorsan megtalálta a helyét. 10 éve táncolok a tánccsoportban, még Parti Olgánál kezdtem, az alapítónk lányánál, és nagyon megtetszett, hogy ilyen szép nagy ruhákba táncolnak, és nagyon megfogott ez. És azért eleinte nehéz volt, mert ugye itt kellett egyedül maradni, és a szülők elmentek, és ez nekem az óviba se nagyon tetszett, de aztán az, hogy jó közösségben voltam, és mindenki kedves volt, ez nagyon sokat segített abba, hogy beilleszkedjek ide, és azóta rendszeresen járunk próbákra, és mindig annyira jó az összhang, megvan minden, és nagyon sokat nevetünk, persze próbálunk is. 3 évesen a tipegőknél kezdtem, ugye már így hívják a csoportot. Most már az utánpótlás tánccsoportban táncolok. Tóth Márton és Burás Zsófia voltak a tanáraink, akiknek innen is, ha esetleg nézik, üzenem, hogy nagyon hiányoznak. Most pedig Péter tanár úr tanít minket, és vele is ugyanúgy olyan jól tudunk próbálni, ahogy régen. Nem hiába, hiszen a tanár úr nagyon szereti a néptáncot, valamint az oktatását is. Tőlem nem állt ez távol igazániból. Tehát én ezt nagyon-nagyon-nagyon szeretem csinálni, ez az, ami teljesen kikapcsol. Azért, mivel hogy teljesen más jellegű, mint a matematika tanítás, vagy a fizika tanítás. Nevünkhöz híven én mindig azt az álláspontot képviselem az Egyesületben, hogy a felvidéknek a táncanyagát tanuljuk, és mindenképpen az legyen az, amit bemutatunk. Tanultunk már másmilyen táncokat is, mert éppen arra volt lehetőség, vagy mert megtetszett, de én mindig azon vagyok, hogy lehetőleg felvidékről hozzunk táncokat, szinte kimeríthetetlen egyébként a tájegység. És hogy honnan is indult az egész? Kezdetek előttől tudom a tánccsoport történetét, mert én az alapítónkkal, Magdussal még egy kórusban énekeltem. A 99 őszén kerültem haza Bátaszékre, és én rögtön beléptem a pedagógus kórusba, akkor még Magdus is ott énekelt, illetve Olgi is a lánya, és hát szerencsésen találkoztak az igények arra vonatkozólag, hogy ugye addig itt Bátaszéken volt német táncsoport, de magyar táncsoport az nem. Így hát Magdus fejéből kipattant az ötlet, hogy hát akkor csináljunk egyet, és mivel ő felvidéki származású volt, Nagysallóból valósi a család, ezért úgy döntöttünk, hogy a felvidéki táncokkal fogunk foglalkozni, illetve a felvidéki népcsoportot próbáljuk megjeleníteni vagy képviselni itt Bátaszéken, hiszen nekik még semmiféle ilyen szervezett egyesületük nem volt akkoriban. Tehát ő mindenképpen egy abszolút módon közösségi ember volt, mikor már ő érezte és tudta, hogy nem fogja tudni most már tovább csinálni, akkor egy ilyen pár hónapos betanulási idővel adta át az elnökséget az Évinek, Kalmár Évinek, aki azóta is az Egyesületnek az elnöke. Egyesületünk alapítója Partiné Harcsa Magdolna. Ő hozta létre a tánccsoportot, ő alapította az Egyesületet, őróla is megemlékezünk az est folyamán, hiszen ő nélküle nem lennénk itt, és hát mindig köztünk van. Szeged,